Pályaválasztás. A továbbtanulás előtt álló fiataloknak mutatkoztak be az intézmények a Dunaújvárosi Főiskolán. Szépkorú. Jakó Lajosnét, Ilona nénit köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Gombos István alpolgármester. Biztonságos közlekedés. Ajándékozták a szabályosan közlekedőket, figyelmeztették a szabálytalankodókat a közlekedés biztonsági nap keretében. Köszöntöm nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Pályaválasztási napot tartottak a Dunaújvárosi Főiskolán. A rendezvényt a Fejér megyei kormányhivatal szervezte. Az esemény célja az volt, hogy segítse a továbbtanulás előtt álló fiatalok döntését. Kedves diákok! Izgalmas időszak ez a mostani, hiszen kibontakoznak előtted a lehetőségek, a jövő és a hivatásos ígéret kialakításának képe. Varga Gábor kormány megbízotti kabinet vezető nyitotta meg a 16. alkalommal megrendezett pályaválasztási napot, amelyet a Dunaújvárosi Főiskolán tartottak meg. Ezt követően Cserna Gábor polgármester tartott ünnepi köszöntőt. Mi a mai napnak a jelentősége? 1980-as évek óta a Dunaújvárosi Középiskolák palettája igencsak szélesre sikeredett, jó értelemben is ennek mindannyian örülünk. A megnyitót követően csaknem 30 közép- és felsőoktatási intézmény, valamint cég- és szakma képviselői mutatkoztak be az érdeklődőknek. Én a Lórántból szeretnék majd tovább tanulni, ez egyik választott, és azért jó szerintem ez, mert itt segít ugye, hogy hova menjünk tovább, hogy miket mutatnak itt. Hát szerintem nagyon sokat segít, hogy így hova menjek, mert ugye eddig is bajba voltam vele. Ahogy láttam, elég sok iskola gyűlt itt össze. Hát én már megvan a voksom, hogy hova szeretnék menni, de szerintem ez tájékoztatja a gyerekeket, hogy a nyolcadikos diákokat, hogy hova szeretnének tovább tanulni. Őszi Attila, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelte. A pályaválasztási nap fontos a szervezet számára is, hiszen a rendezvényen az intézmények segítségével megmutathatták, milyen széles a dunaújvárosi képzési skála. A centrum szempontjából és a város szempontjából is meg azért fontos, hogy exponáljuk azt, hogy a városnak a szakképzése az rendkívül jó. Tehát igazán büszke lehet a város is, és a szakképzési centrum is a tagintézményében folyó képzésekre, hisz olyan intézmények tartoznak ide, akik az elmúlt években országos elismerésben lehetett részük, például a Rudas és a Dunafer Középiskola miniszteri elismerést kapott. A rendezvényt a Fejér megyei kormányhivatal szervezte meg. A program célja az volt, hogy segítse mind az általános, mind a középiskolás diákokat a pályaválasztással kapcsolatban. Mi, akik a munkaerőpiacra valamiféle ráhatással vagyunk, vagy látjuk, hogy egyáltalán a ma gazdasági szereplőknek milyen végzettségű, képzettségű munkavállalóra van szükségük. Azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy a pályaválasztás előtt álló fiataloknak lehetőséget adjunk arra, hogy körbenézhessenek, hogy a szűk lakóhelyükön, de akár a megyében is tájékozódjanak, hogy milyen szakmákat, milyen olyan új ismereteket lehet elsajátítani, amit mondjuk középfokú oktatási intézmények kínálnak. Tűzoltó leszes katona. Akár ez is lehetne a jelmondata a 16. alkalommal megtartott pályaválasztási napnak, hiszen az érdeklődők számos szakmával, hivatással, illetve oktatási intézménnyel ismerkedhettek meg itt a Dunaújvárosi Főiskola épületében megtartott rendezvényen. A DSTV híradóját Morva Dávid tudósította. Elsősöket avattak a Dózsa György általános iskolában. Az esemény a hagyományoknak megfelelően a Dózsa héthez kapcsolódott. A rendezvényen az iskolát támogató abroncsgyár vezérigazgatója is részt vett. Kék kendővel avatták az elsősöket a Dózsa iskolában. Az eseményt a Dózsa hét keretében rendezték meg. Az elsős avatón az iskola felsőbbéves tanulói először a Kacor király című mesét adták elő, majd az újoncok is műsorral készültek idősebb társaiknak. A diákok szerint egyszerűek voltak az elsős avató feladatai. Semmi nem volt nehéz. Volt, aki határozott célokat is megfogalmazott jövőjével kapcsolatban. Hogy megtanulunk végre olvasni, tanulni, és
utána nagy jó felnőttek leszünk. Mint azt az iskola igazgatónője elárulta, az első savatónak ezúttal díszvendége volt. A rendezvényen az intézmény támogatójának, a Hankuk Rátszalmási gyárának igazgatója Lisang Il is részt vett. Tóth Györgyné elmondta, az együttműködés az iskolát érintő fejlesztések formájában is megnyilvánul majd. Hát a különlegeség az volt, hogy nem csak magunk voltunk, tehát pedagógusok, gyerekek, szülők, hanem hívtunk egy kellemes, kedves vendéget, a Hankuk Tájér Magyarország ügyvezető igazgatóját, Mr. Lisang Ilt, és ennek az apropója pontosan az, hogy az egyik legnagyobb támogatónk a Hankuk. Az idén a második olyan projektbe kezdtünk bele, amely az ő támogatásukkal jött létre a gyerekeknek, alsós gyerekeknek az iskola udvaron egy játszóteret alakítunk ki, és ennek az anyagi forrását, hátterét a Hankuktól kaptuk, illetve a szülőknek, a hankokos szülőknek a munkájával kiegészítve valósul meg tulajdonképpen ez a beruházás. A Dózsa hét az első savató után további programokkal folytatódik. Nagyon változatos programok várhatóak, alsó tagozatnak, felső tagozatnak, alsó tagozaton nagyon sok tanulmányi verseny van, akkor egészségnapot szerveznek a gyerekeknek, sportversenyeken vehetnek részt a gyerekek, felső tagozaton kaszinó, smink és vadász verseny, diákigazgató választás van a héten tulajdonképpen, a diákigazgató jelölteknek a versengéséről is folyik a hét, ez bemutatkozási lehetőség a számukra, mindig különböző feladatot kapnak, és ezt a feladatot kell nekik megoldani, illetve versenyt is szervezünk a Szeretlek Magyarország Szeretlek pintájára a diákigazgató jelölteknek, illetve az őket támogató csoportoknak, és hát ennek az eredményeképpen alakul majd ki, hogy tulajdonképpen pénteken kiveheti át idézőjelben a hatalmat tőlem, tehát egy napig ki lehet az iskola igazgatója, és ez az utolsó nap, a kék nap is, hiszen a kék a mi színünk, tehát ennek a jegyében zajlik minden. A Dózsa iskolában csak nem 100 új elsős kezdte meg idén a tanévet. Ők az avató után már teljes jogú polgárai az intézménynek, így vághatnak bele az előttük álló feladatokba. A Dózsa hét alkalmával izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal készülnek a gyermekek számára. Ilyen például a pénteken tartandó diákigazgató választás is. A DSTV híradóját Tóth Veronika tudósította. Ismételten szép korút köszöntöttek városunkban, ezúttal Jakó Lajosnét, Ilona nénit köszöntötte otthonában 90. születésnapja alkalmából Gombos István, humánügyekért felelős alpolgármester. Fogadja szeretettel! Lehetenség csak hagyni. Egy puszit hadadok. Virágcsokrot vesz át Jakó Lajosné, Ilona néni. Az önkormányzat nevében Gombos István, humán ügyekért felelős alpolgármester személyesen köszöntötte őt 90. születésnapja alkalmából. Ilona néni 1925-ben született a Jász-Nagykunszolnok megyei Besenyszögön. Élete nagy részét itt töltötte, ahol szakácsként dolgozott. Nagy üsbe fésztünk. Abba süttük a húst, rántotót, a másforma húsót, azt meg tepsibe sütöttük. És ott nagy állami gazdaság van, ott halász, minden hallevél, úgyhogy halásznak is, vendégek is vannak. Férje halálát követően 87 éves korában költözött Dunaújvárosba, egy kis bérlakásba. A kérdésre, miszerint szereti-e a várost, nevetve csak annyit válaszol, igen, ha nem fáj semmije. Elmondása szerint sokszor van honvágya. Itt állnak az idők. Sokszor elfog a honvágy, mert hozzám valók, mind hozzám tartozók, mind ott vannak eltemetve. Hozzátette, szabad idejében nagyon szeret horgolni, kötni és hímezni. Ilona néni mindennapjait egyetlen lánygyermek, két fiú unoka és egy dédunoka örvendezteti meg. Bár ma már nem aktív a konyha világában, a karácsonyi zserbót minden évben ő készíti az egész család számára. Közlekedés biztonsági nap. Előadásokkal, filmvetítéssel és ellenőrzésekkel hívták fel a figyelmet a biztonságos közlekedésre. A szabályosan közlekedőket meg is jutalmazták a rendőrök. Autósokat állítanak meg a rendőrök az erdei tornapályánál. A közlekedés biztonsági napon a közlekedési szabályok betartását ellenőrizték a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén. A szabálykövetőket meg is jutalmazták a rendőrök. Megállítjuk a járművezetőket, ellenőrizzük őket, és a látni és látszani kampány keretein belül, akinek megfelelőek az okmányai, és mindent szabályosan csinálnak, őket megjutalmazzuk kis ajándékkal,
akiknek pedig nem, azokat a figyelmét felhívjuk a szabályos közlekedésre, a szabályok betartására, és ezzel igyekszünk a közlekedésbiztonságot szolgálni ma, november 10-én. A közlekedésbiztonsági napon egyébként a középiskolás diákokat is próbálták megszólítani. Előadásokat tartottak számukra, és levetítették az Őrangyalok nélkül című filmet is. Németh Miklós közlekedésrendészeti osztályvezető szerint fontos az ő figyelmüket is felhívni a biztonságos közlekedésre. Én nagyon bízom benne, hogy ők megszívlelik, megfontolják. Azért a középiskolás korosztályt céloztuk meg, hiszen ők már valahol fiatal felnőttek, és talán jobban és könnyebben át tudják érezni ennek a fontosságát. Ha már elérünk annyit, hogy egy balesettel kevesebb lesz az elkövetkezendő években, szerintem nem dolgoztunk hiába. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság Látni és Látszani kampányának keretében évek óta felhívják a figyelmet a látás és láthatóság fontosságára, Fejér megyében is. Ez az őszi-téli időszakban kiemelt jelentőségű, hiszen ilyenkor megváltoznak a látási és útviszonyok. Németh Miklós hozzátette, az eféle akciók tapasztalatai jók, egyre többen figyelnek oda a biztonságos közlekedésre. Kerékpárost ütöttek el a Dózsa-György út és a Kalos-Dezső utca kereszteződésénél hétfőn délután. A Fejér megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az eddigi információk alapján a kerékpáros közlekedett szabálytalanul. A helyszínelés idejére rendőrök irányították a forgalmat az érintett kereszteződésben. Úgy tudjuk, a kerékpáros könnyebben sérült meg a baleset során. Magabiztos győzelem! Hazai pályán 15 góllal múlta felül a Békés Csaba együttesét a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia a női kézilabda bajnokság 10. fordulójában. A megszerzett két pontnak köszönhetően Zdravko Zovko csapata 3. a tabellán. A Békés Csaba együttese ellen lépett pályára a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia az első osztályú bajnokság 10. fordulójában. A hazaiak már a találkozó elején igyekeztek eldönteni a mérkőzést. Ennek köszönhetően negyed órányi játék után már 10 góllal 14-4-re vezetett a Kohász. A folytatásban sem változott a játék képe, így a szünetre 19-11-es vezetéssel vonulhatott Zdravko Zovko csapata. A második félidő elején visszavett a tempóból a hazai gárda, bár ez annak is betudható, hogy a Kohász horvát mestere igyekezett lehetőséget biztosítani az összes bevethető játékosának. A kezdeti nehézségek után a fiatalok bátran, agilisan játszottak. Ennek eredményeként előbb visszaállt a 10 gólos különbség a két csapat között, majd folyamatosan növelték azt. Végül a dunaújvárosiak sima 37-22-es győzelmet arattak. Kihagyott helyzetekkel kezdtünk, utána próbáltuk korrigálni és próbáltuk fölvenni, talán nem kellett volna a Dunaújvárosnak a gyors ritmusát, ebben még jobban belehibáztunk, és így ezáltal tetemes előnyhez jutott a Újváros, ami utána ugye szaladtunk az eredmény után, ami sikerült ugye 7-8 gólon tartani egy darabig, de aztán újabb kapkodások eredményeképpen aztán még jobban megnyúlt a különbség. Ferling Bernadett erőnléti edző elsősorban a játékosok hozzáállásával volt elégedett. Hozzátette, külön öröm, hogy sok fiatal játékos is megmutathatta tudását. Hát az izgalmak ellenére azt hiszem, hogy nagyon jól. Most már azért lassan ők is belejönnek, igaz, hogy keveset játszanak, de egyre többször talán. Úgyhogy számítanak rájuk egyébként az edzők, úgyhogy szerintem nem lesz gond az ő beépítésükkel. A Kohász a következő bajnoki fordulóban szintén hazai pályán játszik. November 18-án ugyanis a Győr együttesét fogadják. A találkozó délután 4 órakor kezdődik a Dunaújvárosi sportcsarnokban. Szerdán a novemberi napsütést inkább csak északkeleten, keleten zavarja felhősödés, de csapadékra ott sem kell számítani. Az északnyugati szél még gyakran lesz élénk, 13 és 20 fok között alakulhat a délutáni órák hőmérséklete. Következnek fő híreink még egyszer, röviden. Pályaválasztás. A továbbtanulás előtt álló fiataloknak mutatkoztak be az intézmények a Dunaújvárosi Főiskolán.
szépkorú Jakó Lajosnét, Ilona nénit köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Gombos István alpolgármester. Biztonságos közlekedés, ajándékozták a szabályosan közlekedőket, figyelmeztették a szabálytalankodókat a közlekedés biztonsági nap keretében. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.